Fugában vagyok, jelenleg egyedül. Nagyon furcsa helyzet, gyakorlatilag mintha háborúban lennénk. Nagyon vegyes érzések voltak 20-20-ban bennem. Sokszor azt gondoltam, hogy még egyszer lesz egy világháború az én életemben. Nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan eljön. Ki gondolta volna, hogy lehet háborúzni fegyverek nélkül, és teljesen olyan időszakokat élünk, amelyeket nagyanyáinktól hallottunk. Nem lehet kimenni az utcára éjszaka, félni kell a másiktól, a szomszédtól, hol is vagyunk. Szinte egy új világrend áll föl, talán a gazdasági javak újraelosztásának tanúi vagyunk, nem tudom. De biztos, hogy valami nagynak a részesei vagyunk. Nem mondom azt, hogy összeesküvés elméletben hiszek, de hogy valami nagyon új dolog történik, az egészen biztos. Nagyon sok mindenről beszélgettünk itt még a Covid előtti időszakban, a Fugában, nagyon nagy elmékkel, szerintem egy végtelen tárháza. Ez a hely annak, hogy micsoda tudás rendelkezik ez az ország. Nagyon kevés hely van egyébként a világban, meglehetősen sokat járok a világ különböző részein, ahol ilyen intézmény egyáltalán létezik, és meghallgatjuk egymást. Mert sokszor cikkeznek az emberek egymással, de mégis a személyes jelenlét, az előadások azok, amik igazán mélyeható élményekké válnak. A magyarok nagyon nagy elmék, ez elvitathatatlan, de való igaz, hogy egy kis vérfrissítésre is szükség van külföldről. Sokat vitatkoztunk itt felhőkarcolókról, hol vannak már ezek az ideák körülük, hogyha a következő évet túl fogjuk élni. De minden esetre megmutatta, most fog vicsorogtatva a világ, hogy mikre képes, még egyszer mondom, fegyverek nélkül. Úgyhogy valami egészen újra kell majd felkészülnünk a jövőbe, fenntarthatóság, megéltük ezt a részét is ennek az időszaknak, hogy milyen ez autómentes város. Most épp az ellenkezőjét éljük meg ugyanolyan érvek mellett, hogy milyen, hogyha meg se tudunk mozdulni a dugókban, és megfulladunk a benzingőzbe ugyanúgy a vírus miatt. Tehát ugyanannak az okozatnak két teljesen ellentétes olvasata is lehetséges. Sok mindent fogunk ebből tanulni, az meggyőződésem. De mégis, ami egészen biztos, hogy a város az város marad, és nincs alternatívája a városnak. Tehát ebbe kell élnünk, meg kell találnunk élni, néha kódokozókkal együtt a városban élni. Nem biztos, hogy ez az egyetlen eset lesz még az életünkben, lehet, hogy ez még egyszer elő fog fordulni, reméljük azért minél később, és majd unokáink is részesülnek ebben a felfedezésben, hogy mit tud okozni egy ilyen járvány. De mindesetre a tervezési kérdést alapvetően át kell majd gondolni. El tudom képzelni, hogy szabvánnyá fog válni, hogy kilincseket tilos lesz majd közintézményekre tervezni, és minden automata ajtóval kell ellátni. Ki tudja, hova fog ez a szabványokban vezetni, de biztos, hogy a mindennapjainkban is ezt meg fogjuk tapasztalni. A város nagyon léptékét nézve pedig a kompakt város az továbbra is kompakt városnak fog maradni, hiszen a fenntarthatóságnak ellentmód, hogyha másfél méteres távolságot kell akár a tömegközlekedési járművőkön is egymástól tartanunk, úgyhogy biztos, hogy ennek lesz még a városban komoly hatása. Kicsit ha Budapestről kell beszélnem, kicsit a szűkebb régióbról, a déli pesti fejlesztésekről, nagyon remélem, hogy ezek nem fogják megsínyleni ezt az ideát, és új hidak, új közlekedési kapcsolatok, új metrók fognak épülni, és az emberek egyre jobban át fognak szokni az autóról a tömegközlekedési járművekre, és élvezni fogják a Duna látványát, a víz érintését, hiszen olyan nagy tervek vannak a városban, amelyekről már annyit beszéltünk itt ebben az intézményben, hogy igazán nem várhatunk már, hogy ezek valóságá váljanak. Mernünk kell, cselekednünk kell, mert nagyon lehagy minket a világ.
tegnapi hír, hogy Bukarestben már a reptér elérhető vonattal. Hol tartunk mi ehhez képest? Pedig tervekkel rendelkezünk. Én magam már 10 éve ismerem a terveket, és még egy centit sem haladtunk előre. Úgyhogy itt az idő, fel kell kötni a gatyát, és előre. Sziasztok!